finn iskolában a diák és a tanár a legfontosabb. A diák azt tanulja, amire szüksége van. Digitális ismeretek, csapatmunka, kreatív gondolkodás. A tanárokat pedig jól megfizetik, nem hiába van 10-szeres túljelentkezés a pedagógus képzésben. Mi momentumosok nem akarunk egy következmények nélküli országban élni. A felcsúti per azokról fog szólni, akik meglopták a magyarokat az elmúlt évtizedekben, és ez a vagyon, ez visszajár. Mészáros, Orbán, Rogán. Találkozunk a felcsúti perben. Az euró a világ egyik legstabilabb valutája, nekünk magyaroknak erre van szükségünk. Amellett, hogy nem fognak drágulni ilyen mértékben az élelmiszerárak az import miatt, amellett oda fogunk tudni ülni az eurozóna tagállamai mellé, és a szűkebb Európa részévé fogunk válni. Hát ugye egyszer már összegyűjtöttünk több mint 750 ezer aláírást Hatházi Ákossal közösen, az Európai Ügyészség azt garantálja, hogy az EU-s pénzeket ne lophassa el egyetlen egy kormány sem. Ezért kell csatlakozni az Európai Ügyészséghez. 21. században a nyugati országok felismerték, hogy a kevesebb néha több. Nyugaton kevesebbet dolgoznak az emberek, és többet tudnak termelni. Nekünk magyaroknak ugyanezt a filozófiát kell követnünk, mert számunkra a legfontosabb maga az ember. A szabadidő, a sport, a család és a szórakozás. Évente 100 ezer lakás energetikai korszerűsítése, évente 50 ezer lakossági napelemrendszer támogatása, a mátrai erőmű bezárása és a dízelmotoros, illetve benzines autók forgalomba hozatalának tiltása 2030 után. Legalább két dolgot, a mi családpolitikánk nem csak a felső középosztályt, hanem minden családot támogatni fog, leginkább a családi pótlék megduplázásán keresztül. Aztán egy család nem csak attól lesz boldog, hogy egy apa és egy anya van benne, két anyával, két apával vagy egy nagymamával ugyanúgy boldog családokról tudunk beszélni. Képzeljétek el, hogy mindenkinek van egy egyéni nyugdíjszámlája, amin látja, hogy mennyi nyugdíjjárulékot fizetett be. Aztán 35 éves kora felett ennek bizonyos részét felveheted, hogyha mondjuk új munkát keresel, hogyha pihennél, vagy a családoddal foglalkoznál. Jelenleg a közös tulajdonban lévő állami vállalatok átláthatatlanok. Nem tudjuk, hova megy az a pénz. Mi azt szeretnénk norvég mintára, hogy minden magyar ember részvényessé, tehát tulajdonossá váljon ezekben, és profitot, osztalékot tudjunk évente felvenni belőlük.